Atya úristen, szülni fogok. A magzati szívhang nem mutat jó eredményeket. Édesanya lettem! Woohoo! Én megmutatnám most nektek a hasamat, pontosan azért, hogy a valóságot mutassam. Na most fogom elsírni magam már megint. Egyszer csak így kinyúlt a kezével, és szó szerint így végig simította az arcomat a kezével. Sziasztok! Köszöntelek benneteket ezúttal is itt a csatornámon. Amit már láthattatok, és tudtok, az addig érvényes, hogy ugye felhelyezték ezt a ballont, és akkor mi történt velem ott éjszaka. Én gyakorlatilag nem természetes úton hoztam világra Lénát, hanem császármetszéssel született. A ballon felhelyezése az egy nagyon-nagyon kényelmes szituáció. Gyakorlatilag tényleg olyan, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, semmit nem lehet a ballomból magából érezni. Az éjszaka folyamán elkezdődött egy ilyen feszítő, nyomó érzés lent alhas tájékon, illetve nagyon emlékszem rá, hogy 2 óra 20 perc magasságában jöttek az első, úgymond ilyen 10 perces fájdalmak. Akkor a kórházban járkáltam, zenét hallgattam, ringatóztam, táncoltam, így próbáltam elengedni magamat, és próbáltam agyba ráállni arra, hogy úristen, hát én most tényleg szülök, tehát én holnap szülni fogok, és itt lesz egy kislány, hát ezt nem lehet felfogni igazából, de azért én megpróbáltam. Másnap reggel pedig úgy nézett ki a történet, hogy szépen a kis cukmukommal, a szülőszobai csomagommal elmentem a szülőszobára, Judit akkor már ott várt engem, megcsináltuk a szeánszot, gondoljatok, amire tudtok, ide mindjárt kiírom. Erre 10 percre vissza kellett vonulnom a szobába a kis batyummal, és megszabadulni tőle, aztán utána visszamenni a szülőszobára, és nem túl kínosan érezni magamat. De hát az az igazság, hogy a szülésben ez benne van, tehát ezekre fel kell készülni, és egy olyan letisztult és nyitott állapot, hogy nem szabad ilyenekkel foglalkozni. Hát ezeket a dolgokat el kell ott engedni. Ugye ekkor még anyukám nem volt bent, én olyan 7 óra, fél 7, 7 óra magasságában megkaptam az oxitocint. Az oxitocin pedig arra jó, hogy beindítsa a szülési fájdalmakat, illetve a mély összehúzódást, ami gyakorlatilag szépen el is indult, ugye ennek az adagját, erősségét azt folyamatosan emelte a szülésznő, és egyre sűrűbben és egyre erősebben jöttek a fájások, miközben anyukám is megérkezett, és együtt próbáltuk átvészelni az előttünk álló órákat. Igazából a vajúdásról annyit tudok nektek mondani, hogy minden tiszteletem azok a nőké, akik ténylegesen képesek világra hozni a gyermeküket, tehát átélik a szülés és a születés folyamatát. Tehát én nem tudtam sajnos végigvinni, ez nem rajtam múlott, mindjárt erre is ki fogok térni, de az a szintű fájdalom, amit addigra megéltem, hát az ilyen így állt a szemem keresztbe, és jól esett, mert anyu mondta, hogy nagyon jól tűrtem, nagyon ott voltam fejben, nagyon próbáltam koncentrálni, én attól féltem, hogy hisztis leszek, kiakadok, szitkozódok majd, vagy bármi. Eddig a szintig mindez nem történt meg, a jó Istenem volt a legdurvább, amit így egyszer csak így kimondtam. Ugye ez a folyamat, ez úgy néz ki, hogy elindulnak a fájások, elindul a mészáj tágulása, a babó elindul lefele a medence irányába, ott van egy nagyon komoly út előtt, amit meg kell tennie, hogy itt kell a fejnek kiférnie, mert utána már gyakorlatilag a szülőcsatornából végül is a szülésznő és az orvos is tud segíteni, amikor ugye már a baba feje főleg kint is van, akkor egyszer csak kicsusszan, kihúzzál belőle, de addig azért egy nagyon komoly utat kell mind a kettőtöknek megtenni, és azért ez tényleg egy lassú folyamat, tehát mázlisták azok, akiknek ez nagyon gyors lefolyású tud lenni, főleg első gyereknél. És az történt, hogy nálam az orvos már az elején megállapította,
amikor a ballont reggel levettük, hogy hát azért itt a tágulás nem igazán indult be. Tehát az egy újnyi volt az, amit ők akkor megneveztek, de az egy újnyi is olyan, hogy hát majdnem egyelő a nullával a kiindulási állapot, tehát nagyon minimális különbséget jelent ez centikben, milliméterekben mérve, és 5 óra elteltével viszont még mindig nagyon nehezen, hát jó szándékkal nevezhető két újnyira tágultam, ezt mondták nekem ott nagyon kedvesen. Megcsináltuk a burokrepesztést, ez volt a következő etap, tehát odáig azért eljutottunk. Ez egy nagyon érdekes érzés volt, mert nekem eleve fájdalmas volt az, amikor a doktor úr próbálta megnézni, hogy mégis hány újnyira tágultam, mert hogy eleve úgy helyezkedett a baba is, meg úgy volt az én mészájam is, hogy ahhoz nem annyira egyenes úton közvetlenül tudott hozzáférni. Úgyhogy én ott csillagokat láttam már akkor is, tehát azért voltak testi élményeim, amiket nem kívánok még a legdurvább ellenségemnek sem. És amikor megvolt ez a burok repesztés, akkor ez tényleg olyan érzés, nem, azért, nem olyan, mint a filmekben, hogy ott állsz az utcán, és így kiömlik belőled, nem tudom, 3 liter víz, de azért tényleg olyan, mintha bepicsülnél, tehát így a meleg, langyos folyadék az így elönt, persze ott van körülötted az ágytál, és ez egy rendezett kulturált körülmények között történik, de ez egy nagyon furcsa érzés. És én nekem ott ez egy ilyen tudathasadásos állapot volt, hogy Atya Úr Isten, szülni fogok. Világra hozok egy gyereket, itt mindjárt kibújik belőlem egy buksi. Hát ezt nem tudom megcsinálni. Körülbelül ezek a gondolatok cikáztak ott végig a szememben. És a következő időszakban, ami innentől kezdve viszont már nem volt olyan hosszú időszak, nagyon diszkréten, nagyon ügyesen kezelte mind az orvosom, mind Judit a szülésznőm ugye ezt a helyzetet. Én engem soha nem ijesztettek meg, én soha nem éreztem azt, hogy valami nem stimmelne. Egyszer a Judit betolt egy ilyen hatalmas nagy oxigén palackot a szülőszobára, így néztem, és akkor mondtam is, hogy hát lehet, hogy kéne fájdalomcsillapítót, vagy nem tudom. Én nem akartam epidurát egyébként, tehát én azt akartam, hogy akkor ez a szülés, ez toljuk végig izombolt. Már annyi mindent kibírtam, akkor ezt már megcsakottyam. És úgy terveztem egyébként, hogy nem kérek epidurális érzéstelenítést. Mégis ezen a ponton a szülésznőm jelezte az orvosnak, hogy szerinte akkor adjanak EDÁ-t. Tehát nem én kértem, hanem ők javasolták. Akkor bejött az anesteziológus, végül is fölültettek az ágy szélére, beadták ezt a gerinc érzéstelenítést, ami érdekes módon csak a testem egyik felére hatott igazából, tehát a jobb oldalt az teljesen elérzéstelenítette, a bal oldalon viszont ugyanúgy éreztem az összehúzódásokat, a fájdalmakat. Ekkor engem egyébként egy picit bal oldalra fordítottak, hogy akkor biztos oda, hogy lecsorgott az EDA, vagy én nem tudom, hogy mit kell ilyenkor elképzelni, de nagyjából így tudom elképzelni. És akkor így próbáltam az asztal, de hogy azt a mi volt az szülő ágy szélébe kapaszkodva, már beszélni se tudok, és akkor túlélni igazából ezeket a fájdalmakon. És akkor ugye ők kibe jöttek, mentek a szobába, anyukám közben ott volt mellettem, tehát ettünk egy kicsit, mert nem voltam éhes, de egy pár falatot, hogy legyen bennem, iszogattam, és akkor egyszer mondta a Judit, hogy most már akkor nem nagyon kellene enni. Kicsit úgy csodálkoztam, és hogy jó, hát mi van, hát onnan kell az energia, de jó, oké. Okay. Lehet, hogy a beöntés csak ideig, óráig aktív, vagy nem tudom, annak az eredménye, aztán utána bajba lennék, vagy tehát hogy tényleg ennyire diszkréten kezelték a folyamaton. Aztán egy ponton bejött a doktor úr, és mondta, hogy ez az igazság, hogy az oxitocin hatására a magzati szívhang nem mutat jó eredményeket. Ez azt jelenti, hogy ha az oxitocint lekapcsolják, akkor a baba szívhangja nagyon leesik. Ezt egyébként anyukám is látta, mert őt kérték meg, hogy figyelje, és mondja, hogy ha 120 alá esik, vagy drasztikusan leesik, akkor azt jelezze feléjük. Ezeket a szitukat én igazából nem nagyon fogtam fel, tehát tényleg egy olyan állapot, hogy ott a túlélésért küzdesz, és arra, hogy ezt képes legyen megcsinálni. Én olyan azt éreztem, hogy én ilyenkor egy szótlan szeretek lenni, tehát én magamba befele fordulok, és gondolkozom, és csöndben vagyok, és próbálom átengedni minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt ezt a fájdalmat magamon. És aztán mondta a doktor úr, hogy ő úgy ítéli meg szakmailag, hogy a baba egészsége megkívánja azt, hogy akkor ő most műtéti eljárást javasoljon.
És hát értelemszerűen én nem fogok ágálni az ellen, hogyha az orvosom azt mondja, hogy a kisbabám egészségi állapota és élete azt kívánja meg, hogy akkor most irány a műtő és császármetszés. A császármetszésről pedig a következőket tudom nektek elmesélni. Ezen a ponton az történt, hogy engem szépen ott a szülőszobán levetkőztettek, hiszen ugye egészen addig én pizsamában, hálóinkben vajudhattam. Levetkőztettek, bejött egy nagyon kedves ápoló kolléga, ő feltett engem egy ágyra. Ja, hát mert miért történne valami ugye az én szülésemnél? Tehát azok után, hogy már majdnem úgy volt, hogy a csillagos ég alatt szülhetek, hiszen ugye ekkor volt a hírekben is olvasható Beázott a János kórház a nagy viharban című történet, tehát ott amúgy is volt egy kis kavar a szülőszobán. Ezt követően ugye jött a Covid, és a János kórházban, vagy itt ez az újabb Covid hullám és mizérje, és akkor a János kórház az elsők között döntött úgy, hogy látogatási tilalom van, tehát ugye már ezt is sikerült átérni, nem mondjuk ki lesz ott, mert tök egyedül leszek, te jó Isten. És akkor ez még, amikor meg van fejelve azzal, hogy amúgy az első van a szülőszoba, de a műtő fönt a másodikon, azonban éppen bedöglött a lift, úgyhogy várnunk kell egy kicsit, akkor azt hiszed, hogy mi jöhet? Vagy nem hiszed el, hogy még mi jöhet? Tehát, hogy ennél több már nem történt. Most rólam amúgy zárójelben jegyzem, meg tudni kell, hogy nekem lift parám van. Tehát, hogy én rettegek a liftekben, még talán az új modernekben nem, de a régiektől teljesen ki vagyok. Na, és akkor ezt mondták, hogy meg úgy fognak felvinni a liftbe, hogy lehet, hogy fel se jutok, mert meg lehet, hogy műtőben, vagy a liftben fognak műteni. Nem mondom, hogy ezt nem bírom idegekkel. Minden, akkor még egy fél órát így ráhúztunk, mert hogy ott SOS ugye megszervizelték a liftet, hogy elindulhassam. Kemény volt egyébként az a várakozás és az a bizonytalanság, hogy meddig kell még várni, és úristen, és addig is így a agyban így próbálsz felkészülni az elkövetkezendő időszakra, amiről amúgy lövésed nincsen, mert hogy én a császárműtét után nem olvastam utána, hogy az mit jelent, még lehet, hogy jobb is. A hanganyagban, ugye amit szülésfelkészítőként hallgattam, abban persze volt róla szó, de ezt úgy az ember meghallgatja, oké, és azt kívánja magának, hogy jó, inkább ne kelljen ezt átélnem, jobb lesz az a szülés úgy, vagy egyáltalán, tehát hogy jobb lesz, hogy ezt nem meghallgatni. Na most ehhez képest egészen higgadtan és nyugodtan érkeztem meg a műtőbe. Mondom még egyszer, anya szült mesztelenül, én a világ legszégyellősebb nője, végül is aztán 8 ember előtt voltam ott, mint Jézus Krisztus kifeszítve a szülő ágyon, totál messzelenül, mondjuk jó vízszínben voltam, tehát én nem láttam, hogy mi történik körülöttem, meg nem ezzel foglalkozik az ember, ezt csak így utólag gondoltam végig, hogy hű, igen, jó, hát ez egy ilyen szituáció. Bevittek a műtőbe, a műtőben megint találkoztam a korábbi anesteziológussal, és egy úgynevezett spinális érzéstelenítést vittünk véghez, ami ugye a gerincvelő menti érzéstelenítést jelenti, nem sokkal másabb, mint az EDA folyamata, ugyanúgy egy kiélezett helyzet, hiszen itt nagyon ügyesnek és pontosnak kell lenni, tehát ezt éreztem, hogy elcsendesedik körülöttem a műtő, és mindenki feszülten figyel és szurkol, ami egyébként lehetne akár feszültségkeltő állapot is, de én rajtam akkora békesség volt abban a minutumban, és amúgy ezen a ponton szeretnék köszönetet mondani. Elsősorban Lászlónak, aki ott volt velem, ő vitt fel a szobából a műtőbe, és végtelenül kedvesen és nyugalommal beállt elém, megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy bármit, ha érzek, csak ne ránduljak meg, szorítsam őt izomból, harapjam, amihez kedvem van, csak nem mozduljak meg, és így magához ölelt, én ráhajtottam a karjára és a mellkasára a fejemet, és közben így szorította a kezemet, közben mondták, hogy ugye mit kell csinálnom, hogy le kell erősen hajtanom a fejemet, egy kicsit homorítani a hátamat, és akkor azt érzem, hogy ugye a hátamnál, a gerinc mentén meg ott valaki mókol valamit velem, és fogalmam sincs, hogy mi történik. Úgyhogy neki különösképpen, de egyáltalán ezen a ponton szeretném megköszönni a teljes János kórházi személyzetnek, mert egyszerűen csodálatosak voltak tényleg, tehát azt éreztem, hogy jó kezekben vagyok, és amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy biztonságérzetet adott nekem, és rengeteget számít. Mindenki iszonyatosan kedves volt, törődő. Ez mind-mind nagyon fontos ebben a szituációban, hiszen egy felfokozott érzelmi és ideg állapotban van ilyenkor az ember. Megkaptam az érzéstelenítőt. A
Attól jobban féltem, hogy esetleg valahol nem fog elérzésteleníteni az előző edás tapasztalat után, hogy csak a fél oldalamat sikerült, akkor azért ott egy kicsit izgultam, és valahányszor csipkedett, mondtam neki, hogy nem érzem, hogy csip, de tudom, hogy csip, úgyhogy ezért még én ezt érzem, úgyhogy még várjunk. És aztán, amikor már köldök fölé ért az érzéstelenítő hatása, akkor ő megadta a vezényszót a doktor úrnak, hogy lehet nyesni. Mindeközben elém egyébként felhúztak egy paravánt, tehát én ebből semmit nem láttam, semmit nem érzékeltem. Igazából teljesen ott voltam, hogy elzártak a külvilágtól. Én csak a fejem jobbján és balján működő dolgokat érzékeltem, de az ember meg nem azzal foglalkozik. Bal kezem ki volt téve így oldalra, és azt éreztem, hogy remegek, de olyan szinten, mint a kocsonya, hogy pattogok az asztalon. Ez valószínűleg egy feszültség, egy stressz volt. Hideg is van a műtőben, hiszen azt ilyenkor be kell hűteni, ott nem lehet 40 fok. És a spinális érzéstelenítésnek is az egyik velejárója ez a fajta remegés. Azt nem tudom, hogy mindenkivel megtörténik-e vagy sem. Én iszonyatosan remegtem azon a műtőasztalon, és azt éreztem, hogy nem tudom abba hagyni. Tehát szeretném abba hagyni, hogy gondolok rá, hogy jó, akkor ne fázz, meremegy meg, csinálj meg valamit a testeddel, de nem sikerült, tehát hogy ott így. Tényleg végig a műtét alatt, nem mondom, remélem, hogy a doktor úr keze nem fog megpattani sehol, miközben én itt remegek, mint a kocsonya. És hát gyakorlatilag az teljes műtét az szerintem nem vett igénybe többet 10 percnél. Azt mondták, hogy egyébként már csinálják. Így felnéztem az anesztésre, hogy tényleg. Azt mondja, igen, már vágják a hasadat, és hogy már mindjárt ott van a babó. Néztem egyet, atya úristen. Hát mondom, most kezdtük még, csak el, azt hittem, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. És nem most fogom elsírni magam már megint, hát ez egy ilyen brazil szappadopera lesz ez a vlog, komolyan mondom. És aztán tényleg szerintem nem telt bele 10 perc, és hallottam, hogy a Léna felsír, és annyira láttam a lelki szemeim előtt azt, ahogy őt kiemelik a pocakomból, és minket még a köldökzsinór összeköt, hogy az egy nagyon-nagyon érdekes vizuális élmény volt számomra. És akkor én ugye nem tudom őt egyből megnézni, mert a szülésznő elviszi egy kicsit letisztítani, lecsutakolni, és utána hozzák vissza hozzád. Na és így jött egy olyan élmény, amit szerintem az életemben nem akarok elfelejteni, és nem is fogok. És most csak azért sírok, mert még a hormonok dolgoznak bennem, és mert egy annyira csodálatos élmény volt számomra ez a pont. Amikor a Judit visszahozta a Lénát, akkor ugye nem tudja a mellemre tenni, hiszen egyrészt egy nyílt seb van a hasamon, én el vagyok paravánnal kerítve, és lent az orvosok ugye ekkor már elkezdenek az összeszerelésen dolgozni, tehát a császáros nőknél csak annyit tudnak tenni jó eséllyel, hogy a fejedhez hozzák a babát, nem kerül egyből merre. Normál esetben, hogyha apás szülés van, akkor annyit meg tudnak tenni, hogy az apának gyorsan le kell kapni a pólóját, és neki merre helyezik, hogy a bőr és a test melegét érezze. Például van barátom, aki mesélte, hogy náluk ez történt, és beindul egyből a babánál az ösztön, hogy ugye ő még ráadásul egyből is kezd cicire lekúszni, tehát ez ezért annyira fontos. Nálam ez nem történhetett meg, hiszen egyedül voltam fönt a műtőben, de akkor odahozta a Judit a Lénát a fejemhez, és oda tartotta, és ahogy ő fogta ezt a csöpp kis testet és pici babát a törölközőben, a Lénahoz, ahogy közel hajolt, amelyet ő hajolt hozzám közel, egyszer csak így kinyúlt a kezével, és szó szerint így végig simította az arcomat a kezével. És én annyira le voltam döbbenve, mint most. Hogy úristen, és csak puszilgattam, és szagoltam, és ott volt egy gyönyörű kis gombóc, kisimult fejjel, illatosan, az igazi katarzis érzés, erre nem tudok mást mondani, és akkor egy 10 percet csak ott puszilgattam, megbeszéltem hozzá, és próbáltam felfogni, ami most velem történt, és aztán utána Judit levitte őt az anyukámhoz, aki a szülőszobán várt azóta is, hogy akkor ő neki a kezébe helyezze, meg ugye mérlegelik, meg felöltöztetik, meg füldesztik, meg füröztik, meg minden egyéb történik ilyenkor a babával. Én pedig ott maradtam egyedül a szülőszobában, 8 vadidegen másik emberrel, és ugye hát elkezdtek összepakolni, összevarni.
amiből szintén nem érez semmit az ember. A gyomor szájamnál éreztem egy különös nyomást, fájdalmat, megkérdeztem az anesztes fickót, hogy mi ez a furcsa nyomás itt a gyomromnál, és mondta, hogy hát ilyenkor azért az történik, hogy ugye a beleket egy picit feltolják igazából, hiszen a méh környékét azt rendbe kell tenni, azt ott ki kell rendesen tisztítani, a méh lepényt is ki kell venni, ugye amit a természetes szülésnél meg kell szülni, azt itt belőlem ugyanúgy kipakolják, és ott úgymond rendezni kell a sorokat, tehát gyakorlatilag minden belem, meg szervem ide fel volt tolva, és akkor ezt feszítette a gyomorszájamon. És egy adott pillanaton egyébként elfogott a hányinger és a rosszulét is, de azt is mondták, hogy ez természetes, hoztak nekem egy ilyen kis tálkán, akkor volt egy olyan nézés, hogy ennyi fogok, aztán nem jött semmi, csak ugye egy kis ilyen előváladék, aztán az elmúlt, valami gyógyszert azért adtak azért, hogy ezt elmulasszák, és doktor úr mondta, hogy nagyon kis formás a kisasszony, mármint, hogy ezt nem rám értette, hanem a gyermekre értelemszerűen, és elkezdtek összevarni, ami tovább tartott, mint a szülés maga. Ja, és ezt olyan furán kimondani ilyenkor, hogy szülés egy császármetszésnél, és ezen sokat gondolkoztam, és szerintem majd szárnak erre egy másik videót, hogy akkor a szülés és természetes kontra császár, hogy ez mit jelent, mert szerintem nagyon sok misztikum van körülötte, de talán abból, ahogy ezt most így elmeséltem nektek, és egy picit így élményszerűen átadtam, érezhető, hogy azért a császáros szülés sem egy fáklyás menet, tehát ott azért a tested ugyanúgy igénybe van véve. Na most ugye a között is különbséget lehet tenni, hogy azért leszel császármetszéssel megműtve, mert a helyzet megkívánja, mint ahogy nálam is történt, vagy van ugye a másik eset, a programcsászár. De a programcsászárnál is benne van a pakliban az, hogy a nő és a magzat egészsége kívánja azt, hogy programcsászár legyen, meg benne van a pakliban az, amit ugye ma már egyre többen felhánytorgatnak a nőknek, hogy valaki azt mondja, hogy ő kényelmi funkciót választja, szeretné a szülést megúszni, gyorsan letudni, és akkor ő császárosan akar szülni. Ilyen is van, tehát azért van ennek több etapja, és ezeket érdemes figyelembe venni, és nem azonnal ítélkezni, mint ahogy azt nagyon sokan szeretik sajnos megtenni elsőre, anélkül, hogy a háttérinformációkat tudnák. De minden esetre én azért szülésnek hívom. Na, engedjük már meg magunknak, én is megengedem magamnak. És akkor az volt egy olyan 20 perc, amíg ott engem rendbe tettek, és akkor ezután László visszavitt a szülőszobára. Na hát az egy nagyon brutál érzés, hogy ugye mondjuk így mellkastól fölfele ugye érzem magam és a testem, mondja, hogy karoljak bele, én belekarolom, és közben látom a lábamat, hogy fölemeli, és belekarol alatt, hogy engem megemeljen, de nem érzem, mint egy rongybaba úgy nézek ki, és így, úristen, ez nagyon-nagyon durva, tehát ott nem tudod agyban berakni ezt az információt, hogy van az, hogy én látom a lábamat, de nem én irányítom, és nem tudom használni. Tehát ez az egy ilyen brutális, brutális látkép volt. Levittek a szülőszobára, akkor anyukám, illetve a szülőszoba mellé már csak, akkor anyukám ott várt a Lénával, nagyon boldog volt, nagyon jó volt őket látni, nagyon szép puszilgattam a kis csajt megint, és akkor mondták, hogy bevisznek a szobába, engem bevitték a szobába. Nagyon fontos a spinális érzéstelenítés után, hogy a lelkedre kötik, hogy 6 órán keresztül, amíg ugye ki nem megy az érzéstelenítő hatása, de a fejedet ne emeld meg, mert hogy a fejmozgásból adódóan elképzelhető olyan jellegű mellékhatás, ami hát a pontos folyamatot sajnos nem tudom nektek elmondani, de minden esetre nagyon erős migrénes fejfájást okozhat, és maradhat is rajtad egy darabig. Annak hatására, hogy ez a spinális érzéstelenítő ott a gerinc mentén lett igazából beadva. És ugye akkor 6 órán keresztül kellett feküdnöm egy helyben, és mondták, hogy este visszajönnek, és akkor meg kell tenni már az első lépéseket. És itt nincs cicó, tehát neked tényleg fel kell állnod abból az ágyból, bármennyire is fájdalmaid vannak, mert csak azért is, mert van egy kisbaba, akit el kell látnod, és ott van melletted, és ott lesz melletted nem sokára, és nincs hiszti, végig kell tolni izomból. Mindeközben, amíg ott feküdtem az ágyon, akkor a Judit bejött már a Lénával, és akkor megtörtént az első merre helyezés. Ott neked nőként, anyaként már igazából azonnal a helyt kell állnod.
És akkor az ébresztés, vagy a lábraállás után, ami lehet egy zuhanyzás, lehet egy fogmosás, lehet csak egy kis séta ott a folyóson, te már igazából magadra vagy utolva, és onnantól elindul a lábadozás folyamata. Ebbe egy picit előre vetítve néhány dolgot, a császármetszés utáni időszak az nekem nagyon könnyen ment. Én iszonyatosan jól be tudtam rakni fejbe azt, hogy most nekem itt van egy alhasi műtétem, van egy vágásom, érzek feszítő érzést, de közel sem olyan fájdalmas, mint ahogy ezt gondolnám, vagy ne tudnám feldolgozni. Én igazából már fájdalomcsillapítót se kértem utána, mindenféle injekciókat ugye protokollszerűen kap ilyenkor az ember, de nekem ott maradt az éjjeli szekrényen a fájdalomcsillapító, tehát hogy hál' Istennek ennyire jól tűrtem, szerintem ez mindenkinek az egyéni fájdalom küszöbe fogja meghatározni, hogy ezt mennyire bírja az utána lévő időszakot. Persze óvatosan kell mozogni, persze nem tud úgy használni a testedet olyan kis fürgén, mint előtte, de ezt nem minden esetben tudja megtenni egy természetes úton szülő nő sem, hiszen gyakran előfordul gátmetszés, ami ugyanúgy egy sebet és egy varratot jelent ott a lábad között. Neked a lábad között fáj, nekem meg a hasamon, tehát ennyi a különbség. És akkor utána pedig mi is történt? Ja, hát igazániból elindul egy új élet. Tehát innentől kezdve már nem csak te vagy, hanem ti vagytok, és innentől kezdve nem az lesz a fontos neked, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, nyűglődök. Jó eséllyel 3-4 napot követően beindul a tejbelövés, ami egy nagyon izgalmas helyzet, mert hogy én úgy keltem 3 nappal később, hogy a melleim 3-szor akkorára duzzadtak, tele volt ilyen csomókkal, kövekkel, és kemény volt, és azt hittem, hogy leszakad. De nagyon örültem neki, mert én nagyon szerettem volna szoptatni, és ez jó eséllyel a nők 98%-ánál egyébként be is indul. Viszont a szoptatás technikáját megtanulni, azt nem egy könnyű történet, de ez is legyen majd egy másik videónak a tartalma, mert most már nagyon régóta mesélek nektek konkrétan a szülésemről. Ami talán fontosabb ennél, hogy hát a szülés utáni test tudat az egy nagyon érdekes állapot. Én megmutatnám most nektek a hasamat, pontosan azért, hogy a valóságot mutassam. Ez lehet némiképp a nyugalom megzavarására alkalmas kép. Ez most, amit láttok, ez 1 héttel és 3 nappal a műtét után van, illetve pontosan 4 nappal a varratszedést követően. Fájdalmaim tényleg nincsenek. Én is ma láttam először, és hát éreztem, hogy úristen, szegény kis testem, de furcsa, de nincs semmiféle ellenérzésem, nekem nincs semmiféle hiányérzetem. Én tudom azt, hogy ezen az úton elindultunk ketten, és tudom azt, hogy minden a Léna miatt történt, és még abban sem vagyok biztos benne, hogy nem a Lénában való lelki összefonódásunk eredménye az, hogy én nem természetes úton szültem, hanem császárosan. Pontosan a videó elején említett információk miatt, hogy én mennyire rettegtem a szüléstől, és mennyire azt éreztem magamban, hogy egy műtétet valahogy sokkal jobban el tudok mappázni a fejemben és a lelkemben. Hát ezt persze sose fogjuk megtudni, de jó valamiben hinni, mint ahogy én hittem az elmúlt 9 hónap alatt, és rendíthetetlenül hiszek most is. Ez volt tehát az én szülés történetem, egy vajúdásból végül aztán császármetszésbe torkoló születés története, de bízom benne, hogy nem riasztottam el senkit ettől. Én tényleg csak nagyon jó dolgokról tudok nektek beszámolni, és nagyon optimisten állok a helyzet előtt, és azt kívánom mindenkinek, hogy ez így történjen meg, és mindenkinek egyébként csodás szülési élményt kívánok. Sziasztok!